először járok itt, és óriási megtiszteltetés, hogy a mesterem alapított a színházban, tudok itt bemutatkozni harmadévesként az előző félévi vizsgámmal, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Sine Dina igazgató azt, hogy meghívott minket, és itt lehetünk, és eljátszhatjuk ráadásul kétszer. Én azt érzem, hogy előadásra egyre jobban érik össze, és itt egy nagyon nagy lendületet kapott az itteni közönségtől, és ez egy különleges adás volt, mert nem a saját díszleteinkbe játsszuk, hanem például ezt a fát, ami mögöttem van, ezt most vágták ki a Dináék, és ezt így, ezek ilyen különleges hozzáadott dolgok, hogy eddig egy műfával, egy díszletfával játszottuk, itt pedig egy élő fa, vagy hát egy most már nem élő, de eddig egy élő fa volt, ami mögöttünk. Ez nagyon sok mindent ad hozzá, és ez nagyon különleges volt nekünk az egész nap. Tehát ilyen extrém körülmények között. Abszolút, abszolút, és én világítottam, tehát én húzogáltam a lámpákat, szóval egy különleges, ilyen nagyon, nagyon felfokozott, izgulós előadás volt, de én úgy éreztem, hogy nagyon jól fogadta a közönség. Én úgy érzem, hogy találkoztunk, tehát hogy úgy érzem, hogy vették, mert ugye én ott bent voltam a fénypultban, és ez egy kalitka, tehát onnan nem mindent éreztem, az energiákat, de amikor először az első nagy nevetés, az első nagy felszabadulás megtörtént, akkor azt éreztem, hogy jó, most jól megy az előadás. Én azt gondolom, hogy az alkotó folyamat során egyre inkább azt fedeztük fel közösen a színészekkel és alkotótársaimmal együtt, hogy gyönyörűen beszél a Szép Ernő a magányról, és arról, hogy szükségünk van a kinyújtott kezekre, arra, hogy egymásba kell kapaszkodnunk, és arra, hogy soha nem szabad feladni. Tehát, hogy arról beszél, és én ezt mondtam, hogy én nem tudok egy másfajta jelentést ezt hozzáadni, hanem azt próbáljuk meg minél erősebben kifejezni, amit a Szép Ernő erről gondolt, és ahogy ezt megfogalmazta, és tehát, hogy alig minimális változtatás van a Szép Ernő szövegén, tehát, hogy szinte egy-két szó, meg nyilván az előjáték, mert ugye ő 10 szereplőre írta meg az előjátékot, amiből mi 3-at vonultatunk fel, és amiből megcsináljuk ezt az előjátékot, de azon kívül onnantól kezdve gyakorlatilag érintetlen, mert azt gondolom, hogy egy remek mű, és úgy tökéletes, ahogy van, és nekünk az a feladatunk, hogy az ő gondolatait minél hívebben tolmácsoljuk. Ez egy nagyon felszabadult próba folyamat volt. Nagyon, nagyon szerencsések voltak a találkozások, nagyon-nagyon jók voltak a színészek, az alkotótársaim nagyon lelkesek és elhivatottak voltak, és gyakorlatilag egy hónap alatt készült el, és ez a hónap így elrepült. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy úristen, most még nem tudom, hátra van 3 hét, hanem hogy elkezdtük, és a következő pillanatban ott álltunk a bemutatónál. Tehát, hogy ilyen teljesen varázslatos volt. Hát mit ér ebben a csoportnak? Az olyan gyenge dolog, drágám! Én játszottam a májusban az egyetlen női szerepet. Én voltam Lili, X-Nix, a semmi, igazából és a minden, vagy a kis életforrás, a vidámság, vagy az a fiatal üdeség, ami ugye az öngyilkost, akit az osztálytársam játszott, Krauter Dávid, úgy visszahozza egy kicsit az életbe. Milyen érzés volt itthon játszani? Hát ezt mindig elmondom mindenütt, hogy azért ez teljesen más érzés. Mert szeretek színházat csinálni bárhol, hiszen ezt választottam hivatásnak, és minden erőmen azon is vagyok, hogy a pályán maradjak, illetve el tudjak indulni, és ebben nagyon sok segítséget kapok a Beregszászi Színháztól. És hát az, hogy most ezt hazahozhattuk, és így játszhattuk, ráadásul olyan áthallások vannak a darabon belül is, ami az itteni, itthoni helyzetben is nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan lendüljünk át a nehéz napokon, pillanatokon, hogy hogyan maradjunk életben, hogyan őrizzük meg a vidámságot, vagy ezt az élet élni akarást. Azt gondoltam, hogy ez nagyon nehéz itthon most eljátszani, de mégis azt éreztem, hogy igazából ez a kis előadásunk, ez a vizsga előadásunk, ez itt érett meg, vagy ért be. Ez a gyümölcs, amit ott elkezdtünk. Mert azt éreztem, hogy itt tényleg
nagyon lényegi dolgokat tudtunk átadni a nézőknek, és hát a visszajelzés alapján is azt éreztük, hogy most át tudtunk nekik adni egy kicsit, át tudtuk őket most lendíteni ezeken a napokon, és hát reméljük, hogy mire következő előadással jövünk, addig ez kitart. Én nagyon-nagyon hálás voltam a Tamásnak, hogy engem választott erre a feladatra, már csak azért is, mert éreztem a belém vetett bizalmát, hogy én erre képes vagyok, hogy én ezt meg tudom csinálni. És nagyon sok támogatást is kaptam tőle, és kellett is, mert az azért egy kicsit ilyen áthallásos szerep, szóval nagyon összetett, egy nagyon friss, kis üde, vidám lánynak tűnik, de közben meg ott van benne egy csomó pillanat, amikor előjön az, hogy egyáltalán nincs rendben a családjával, hogy nincs édesapja, hogy retteg a férfiaktól, az agressziótól, hogy egy csomó réteg van, amit igyekeztem megmutatni, de ezen felül kerekedni, és a vidám oldalát megfogni ennek a dolognak, és hát nagyon jó színészvezetés volt, úgyhogy tényleg azt éreztem, hogy és az volt a legjobb az egészben, hogy a Tomi nagyon hagyott minket kibontakozni. Soha nem mondta semmire azt, hogy ú, ez azért nagyon rossz, olyat mondott, hogy azt még vidd tovább, egy kicsit jobban bontsd ki, ott vegyünk vissza, az ne legyen, hogy annyira jól tudott minket ezen az úton úgymond pofozgatni, hogy így sikerült igazából elérni azt a pontot, ahol most van az előadás, de nyilván nem áll meg, tehát ennek mindig fejlődnie kell. Minden előadásra egy kicsit új dolgot fedezünk fel a karakterünkről, egymásról, a partnerről, szóval ez soha nem lesz úgymond kész, de azt gondolom, hogy jó úton járunk. Milyen Vidgyenszky Attila osztályában tanulni? Hát egy álom, és egy nagyon hálás feladat. Én igyekszem nagyon méltónak lenni hozzá, hiszen ugye az elődeink is úgymond a keze alatt formálódtak a Beregszászi Színházból is mindenki, és ezért azt érzem, hogy ez egy olyan megtisztelő feladat, hogy tényleg kézzel lábbal azon vagyok, hogy helytálljak, és méltó legyek erre a dologra is. A másik dolog meg az nyilván a szakmai része, hogy olyan dolgokat kapunk meg tőle, és olyan megtiszteltetés, hogy ő ezeket nekünk át akarja adni, ami tényleg egy olyan útra való nekünk ezen a pályán, amit nem vagyok benne biztos, hogy máshol így meg tudnék kapni.